Legutóbb bő egy héttel ezelőtt az Eger elleni Hepkupa mérkőzésen léptek pályára kékcápák, és mivel a Rádgéber Akadémia és a MAFC elleni idegenbeli találkozó későbbi időpontra került, úgy volt, hogy csak december 9-én játszik legközelebb a Nyíregyházi gárda. Maradtak az edzések, viszont a vezetők keresték annak a lehetőségét, hogy ellenfelet találjanak a megüresedett mesnapokra. Végül volt olyan csapat, amelyik szintén játszani szeretett volna. Tulajdonképpen úgy jött ez a lehetőség, hogy elkezdtük felmérni a következő hónapok eseményeit, mérkőzéseit, és láttuk azt, hogy ha tovább jutunk a Hepkupában, a következő fordulóban is meg tudjuk rendezni a döntőjét a Hepkupának, akkor mindösszesen 15 mérkőzés vár ránk januárban, februárban, ami azt jelenti, hogy 3 naponta ugye mérkőzésünk van sorozatterheléssel, és köztük azt hiszem 8 vagy 9 idegenbeli fellépés. Tehát mérlegeltünk, és arra döntésre jutottunk, hogy minél több mérkőzést még próbáljunk decemberre rácsoportosítani. Az első körben a Honvéd volt, akivel fel tudtuk venni a kapcsolatot, és Puskás Artúrral egyeztetve nekik is egy pont egy üres hetük van, egy üres hétvégéjük, és meg tudtunk egyezni, hogy a januári mérkőzésünket tegyük át most decemberre, így is csökkentve a sorozatterheléses mérkőzések számát. A Honvédot a szezonkezdés előtt érte el a koronavírus járvány, így a fővárosiak csak az 5. fordulóban léptek először pályára, éppen Nyíregyházán. Azt a meccset 178-ra nyerték a hazaiak. A fővárosiak eddigi mérlege 3 győzelem és 4 vereség. Egy stabil középcsapat formálódik a Honvéd képében. Itthon sem játszottunk velük egyértelmű könnyű meccset, hiszen az utolsó pár percben tudtuk simává tenni a találkozót. Egy jól dobó, hajtós fiatal gárdáról van szó, ahol azért vannak tapasztaltabb játékosok. Tényleg mindig jó erőt képviselnek, csak úgy, mint idén is. Úgyhogy könnyű mérkőzésre már csak azért sem, mert idegenbeli, nem számítok, de most sem más a célunk, mint az eddigi mérkőzéseken a győzelem. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks vezeti 100%-os teljesítménnyel 8 győzelemmel, megelőzve a szintén hibátlan 7-0-val álló Vasas Akadémiát. A budapesti Honvéd a 9. helyen várja a szombati mérkőzést.